Üdvözlök mindenkit, ez a csatorna 5. adása, és ma egy bukhol videót hoztam nektek, mert rájöttem, hogy az elmúlt egy-két hónapban, ami most a december jönne el, és februárra gondoltam, vettem annyi könyvet, hogy egy ilyen videó is beleférjen. Ezek a téli hónapok úgy látszik nálam a magyar íróknak a felemelkedését hozta el, ugye csak és kizárólag magyar írókról vásároltam valamilyen könyveket. És ezt a sort még decemberben kezdtem Julia Louis Thomson Többek árva című regényével. Erről a blogon már írtam egy kritikát, hamarosan majd készül róla a videó is. A könyv főszereplője Anna, egy mély érzési lány, aki szeretetre vágyik. Lesz egy pasia, aki a defektesnek a dobosa, de hát mint tudjuk, az élet az soha nem könnyű. Nem szeretném elszpoilerezni a könyvet, érdemes elolvasni, úgyhogy hát ugorjatok neki. Következő könyv Francesca H. Neal, remélem jól mondom a nevét, Daniel című könyve. Ezt már januárban szereztem, e-book formájában, és egy pszichotriller, ami a családon belüli erőszakról szól. Itt sem szeretnék nagyon spoilerezni igazából, egy nagyon jól megírt és feszültségeket egy könyv, viszont azt felolvastam, amit én konkrétan az írónak mondtam így a könyvéről, hogy miről is szól ez a könyv. Szóval, egyrészt bemutatja, hogy a családon belüli erőszaknak milyen következményei lehetnek, megmutatja, hogy milyen sokba kerül, hát ha rossz társaságban van az ember. Megmutatja, hogy sokan eltehetik magukban a múltat, és inkább bemesélik maguknak, hogy most minden más. És persze azt is megmutatja, hogy még a leggyengébb nyomoronc is leölheti a sárkányt, és ellovagolhat a királylányjal. És ez így nagyon röviden lett leírva, a blogban egyébként erről is már elkészült a kritika, sőt, holnapi nap folyamán, holnap, érkezik egy videókritika is róla, úgyhogy lesz mit nézni, a könyvet megolvassátok szépen el. Még mindig január és még mindig e-book, Diana Landry Nem bújhatsz el című könyve. Az a helyzet, hogy fogalmam sincs még, hogy milyen ez a könyv. A Publiónál volt egy akció, amikor igazából filléreket meg lehetett szerezni. Aztán filléreket, vagy ingyen, nem tudom már, hogy volt. Mindegy, lényeg az, hogy nagyon olcsón hozzá lehet jutni, ezért hozzá megszereztem. Ha minden igaz, ez egy romantikus krimi, és majd ha elolvastam, akkor majd lesz róla a kritika is. A negyedik könyv Bihari Viktória, Tékasztorik és egyéb pikuságok című könyve. Gyakorlatilag a Tékasztorik blogot fogták meg és öntötték egy könyvbe, de jól tették. Én nagyon szerettem a blogot is. Az első Tékasztorik könyvet ugyan nem olvastam, de azt is amiben előbb-utóbb szeretném. Remek válogatás lett, Vikunak a humorát én mindig szeretem. A blogban van természetesen kritika róla, és majd előbb-utóbb lesz videó is. Újra jó, olvassátok ezt is. Csak ha gondoljátok, menjetek el a moziba, mert most már megy a Tékasztorik film is. Az ötödik könyv, Virág Emília, Sárkány csalogató. Ezt a könyvet most fejeztem be, és egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire tetszett. Mondjuk kellett, nagyjából 100 oldal kellett elolvasnom, hogy igazán beellendüljek. A történet szerint Józsi egy pizzafutár és egyetemi hallgató egy kotyogóssal, ami ott a kotyogós. Kotyogóssal, kávéval, merülőforralóval és az új mobiljával átjárult nyit egy másik világra, ami miatt átjön egy sárkány és egy Béla nevű lovag. Budapestre zúznak, visszajönnek a másik világra, újra itt vannak Budapesten. Vicces a könyv, fordulatos. Egy picit engem az elején zavart, hogy még a hét világgal arrébbi helyen is magyar nevek vannak, tehát Béla lovag, meg a
kap a hercegnél, vagy hasonlók, de aztán megbékéltem veled, úgyhogy jó volt ez így. Előtték az első urban fantasy, amit olvastam, ahhoz képest, hogy előtte olvastam mennyit is, a Moly szerint 60 fantasy könyvet. Ez az első urban fantasy, és nem az utolsó, az biztos. Hamarosan lesz róla kritika is, videóba is, blogba is, de nagyon csak ajánlani tudom. A hatodik könyvet azt konkrétan tegnap szereztem, és annak köszönhető, hogy a sárkánycsalogató ennyire tetszett, Virág Emília, boszorkány szelídítő. Az meg ott a kis hercegben a róka. Ez mondhatni a Moly szerint igazából a sárkánycsalogatónak a második része. Azt teszem, hogy már igen, van egy másik világ, amennyire észrevettem, sok hasonlóságot egyőre nem találtam benne. Persze azt teszem, hogy vicces, meg vannak benne lidércek. Ez gyorsabban belenyújtom egy picit, tegnap vettem meg, ma kezdtem el olvasni, már az 50 nem tudom hányadik oldalon járok. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez sem fog csalódást okozni, úgyhogy majd felolvastam, lesz róla nyilván kritika is. Hát majd meglátjuk milyen. Eddig jó, tetszik. És végül, de nem utolsó sorban, csak azért utoljára mondom, mert ezt még csak ma szereztem meg. Kolorkom a szerzőtársam Marosi Katalin Még egy gyöngy című verseskötete. Sokat még nem tudok róla az igazság, mert tényleg egy órája van talán nálam a könyv. Elolvastam belőle összvisz két verset. Hát, majd meglátjuk. Én, amit eddig Katalin olvastam, az tetszett, úgyhogy valószínűleg ez a verseskötet is jó lesz. És majd elolvastam, lesz kritika. És akkor ennyi volt mára ez a videó. Lent a dobozban megtaláljátok a linkeket a könyvekhez, vásárlási linket, Molyos linket, a szerzőknek a Facebook oldalait. És persze kövessetek engem is Facebookon, Twitteren, Molyon, ahol jól esik. Sziasztok, holnap jön Daniel.